Szia, újra itt egy újabb recepttel. Ma sütni fogunk, házilag fogunk fonott kalácsot készíteni. Ha így készíted el, akkor garantálom, heti kétszer is meg kell sütnöd. Nálam még 24 órát se bír ki. Én már a hozzávalókat elkészítettem és kimértem. A hozzávalókat a leírásban megtalálhatod. A lisztet szitáljuk le egy gyúrótálba, ma szóljuk rá a cukrot, a sót, a darált mandulát, majd kanalanként adjuk hozzá a puha margarint ráma. Futassuk fel a langyos tejbe az élesztőt, ha az élesztő felfutott, akkor adjuk hozzá a liszthez, és jól dolgozzuk össze, hogy lágy tésztát kapjunk. Majd takarjuk le, és pihentessük egy órát meleg helyen. Ha letelt az egy óra, akkor lisztezett deszkán gyúrjuk át, majd osszuk ketté, de az egyik fele nagyobb legyen. A nagyobb részt osszuk hat felé, a kisebbet pedig négy felé, és akkor a két kisebb kalácsot fogunk kapni.
Szóval a 6 darabból vegyünk el 3-at, és csináljunk egy fonatot belőle. Utána vegyünk el a 4 darabból 2-t, és sodorjuk össze őket, majd helyezzük egymásra úgy, hogy a 3-as legyen alul, a 2-es fonat pedig felül, és rakjuk egy kivajazott tepsibe, majd ismételjük meg még egyszer, majd takarjuk le, és pihentessük egy fél órát. Ha letelt a fél óra, akkor kenjük be tojássárgájával, és rakjuk a sütőbe kb. 35 percre. 4-es fokozat, gáz. Ha megsüt, lehet tálalni. Jó étvágyat! Mára ennyi lett volna ez a videó. Köszönöm, hogy ezt a videót is megnézted. Találkozunk legközelebb. Szia!